2004-ben még az NB3 Tisza csoportjának negyedik helyén zárta a bajnokságot a Vásárosnemény, aztán viszont megszűnt a nagypályás foci, sőt még a pálya is a városban. 2011-ben a megyei harmadosztályban kezdte újra az újjászervezett együttes, ahonnan azonnal feljebb is lépett. A legutóbbi szezonnak már a bajnoki címet megcélozva vágott neki a csapat, és végül 12 pont előnnyel végeztek a Kelet-Magyarország csoport élén Tivadar András tanítványai. A feljutást követően az edző és a játékosok is maradtak, így gyakorlatilag változatlan csapat vág neki a megyei első osztályú bajnokságnak. Mi arra építünk, hogy vásárosnaményiak és környékbeli beregi fiúk alkossák a csapatunkat. Mindenképpen bizalmat szavazunk annak a keretnek, aki kivívta a feljutást, hiszen mélyről jöttünk, megye 3-ból, majd megye 2 néhány évig, és most pedig végre ott vagyunk, ahol szerintem méltó helyünk van. A csapat összességében inkább a februári időszakban, januárban erősödött, akkor tért haza Fejes János, Bancsi Gábor, illetve Barta Ferenc Tarpáról, Ferinek vissza kellett mennie állomás helyére, viszont Lizák Bencét Beregdarócról és Zán Bencét Kisvárdáról hoztuk úgymond haza, hiszen a beregdaróci fiús félig mindig most már Vásárosnaménynak tekinthető. Én azt hiszem, hogy elől jók leszünk, hátul pedig nagyon kell figyelni a csapatnak, hiszen a megye egy az mégiscsak megye egy. Az elnök szerint nem csak a játékosok, hanem a szurkolók is várják a megyei első osztályú meccseket, amelyeken veretes múltú csapatokkal mérheti majd össze tudását a Vásárosnaményi együttes. Azért egy Bakta Vásárosnamény, vagy egy Fehérgyarmat Vásárosnamény, Máté Szalka Vásárosnamény, ezek mind olyan meccsek, amelyek presztízs meccsnek tekinthetőek, és a szurkolótáborok is figyelnek egymásra, sportszerű, a fair play szellemében zajló eseményeket, és nagyon jó meccseket várunk ettől a szezontól. A Vásárosnamény a nyitófordulóban a szintén újonc Balkányt fogadja. A további párosítása következő: Bakta Lórendháza Nyírgyulaj, Nagyecsed Ibrány, Nagyhalász Máté Szalka, Gyulaháza Tiszavasvári, Szakói Mándok, Rakamasz Tuzsér és Fehérgyarmat Csényű.